Oswald Marika és Bajé Éva nem csak jelentős testsúlycsökkenésen esett át egy gyógynövény összetételnek köszönhetően, hanem életmódváltásba is kezdtek, pont ezen felbátorodva. Sőt, azt is elhatározták, hogy másoknak is segítenek, ezért egy idősek otthonában látogattak, ahol senior tornát tartottak egy szakértő segítségével, hogy egészen biztosan az idős emberek izmainak, csontozatának megfelelő legyen az a testmozgás, sőt, lehet, hogy még tanácsot adnak azzal kapcsolatban is, hogy hogyan lehet testsúlycsökkenteni egészségesen. Tudjuk, hogy neked a mozgás az a mindennapjaid része volt mindig, de Évike, neked milyen volt a mozgással a kapcsolatod? Mozgással a kapcsolatom konditermek. Szóval én konditerembe jártam, meglehetősen fiatal koromtól, de most az a csapat, akikkel én annak idején tornáztam, ezt a Nordic Walkingot csinálják. Mondtam, hogy ez nem annyira, nekem ott a három kutya, azzal járkálok. Viszont otthon nekem mindenféle tornaszerem megvan, az evezőpadtól kezdve mindenig, bicikli, azzal szoktam otthon jó formában. Meg mesélt az Évi. Meg takarítok otthon. Na hát arról nem is beszélve, tehát a mozgás az igen. De mesélt az Évi, én erre már nem emlékeztem, nagyon régóta ismerjük egymást. Elmesélte, hogy egyszer elhívott engem egy konditerembe, és együtt elmentünk tornázni. De körülbelül mikor volt ez? 100 éve. 83 körül vagy, valahogy így 82, 83 igen. Vagy 81, nem tudom, igen, hát még volt. De nekem volt olyan, a gyerekkoromban annyira szerettem a mozgást, hogy ott az opera mellett laktam, és volt úgy, hogy cigány kerekezzel mentem haza az iskolából, mert úgy gyorsabb volt. Mi is már ebbe a korosztályba tartozunk, hát ne tagadjuk, tehát minket is utolértek ezek a dolgok, amik a 70 éveseket utolérik. Marika, meséltél a kopásaidról. Mi az, ami most téged helyre rakott? Van egy természetes szer, egy nem gyógyszer, hanem egy ilyen étrendkiegészítő, hogy hol mondják, amiben van fájdalomcsillapító, meg gyulladáscsökkentő, és zseniális. Milyen hatóanyagok vannak ebben? Elolvastam, tehát van benne sárga vezér, kínai sárga vezér. 170 hatóanyag van benne. Akkor mennyi? 170. A sok. De még lehet, hogy több is. Fűszakéreg van benne, a viola, az a szép virág. Az a szép virág. Amit nem is gondol az ember. Begyógyhatású. Igen, igen, és ami a legfontosabb, hogy, mert ugye ezek a szerekkel sokféle ilyen szer van, megmutattam az orvosomnak, és azt mondta, hogy olyan nagyon határozottan mondta, azóta jó, azat megnézte. Ezt tettheted, Marika. Na, milyen volt? Jaj, nagyon kellemes volt. Olyan egészen különleges élmény volt, így még soha nem tornáztam, hogy székből. Én se. Tehát ez most fantasztikus volt, és látni őket is, hogy milyen intenzíven csináltak, és mosolyogva csinálták, és jól esett nekünk, és nekünk is nagyon jól esett. Kifolyólag? Így van, nagyon ügyes kislányok. Igen. Covid óta egyre jobban észrevettük azt, hogy az időseink sokkal jobban szeretnek kimozdulni akkor, hogyha valami olyan személyiség jelenik meg, aki őket inspirálja. A két hölgy, aki most megjelent, a korosztályuknál fogva is egy példakép számukra, és a célunk ezzel az, hogy egy picikét még jobban előmozdítsuk az intézményben, és erősítsük azt, hogy fontos a mozgás. Mi magunk is nagyon sok mindent teszünk érte, hiszen van senior táncunk, van egy 100 négyzetméteres tornatermünk, ahol rendszeresen van csoporttorna, nem feledkezünk meg a kerekesszékesekről sem, hiszen nekik is mindenféle, akár a senior tánc, akár a csoporttorna, tornákon az egészségi állapotuknak megfelelő mozgásformákat biztosítjuk, valamint nagy hangsúlyt fektetünk azokra az ellátottainkra, akik demenciával élnek. Nekik van egy úgynevezett 5 pontos foglalkoztatás, és annak az elején és a végén is mozgással fejezzük be, és kezdjük el a foglalkozásokat. Tehát mindig az indítja el a gondolkodást, az éneklést, a képzőművészetet, tehát minden, ami a memóriájuk fejlesztéséhez szükséges.